Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az NTU első videóinterjújában. A blogunk és a magazinunk után most már YouTube csatornával is bővült az NTU Media családja. Az első videónkban nem más fogunk feldolgozni, mint a kávé témakörét, ugyanis itt van az ősz, koncentrálni kell a tanulásra, a munkára, ismét rövidebbek a nappalok, sokkal jobban vágyunk egy meleg italra. Engedjétek meg, hogy a kávé világnapja alkalmából elkalauzoljalak titeket a két kedvenc budapesti kávézomba. Annyit árulhatok el, hogy az egyik a Kiskörúton, a másik pedig a Nagykörúton található. Tartsatok velem! Meg is érkeztünk az első állomásunkra, itt vagyunk a Múzeum körúton a Fekete Kávézóba, ahol Csacsával fogunk beszélgetni arról, hogy mivel készültek a kávé világnapjára, hogyan ünnepelitek ezt a napot. Hát ma is finom kávét készítünk, saját süteményeket csinálunk, reggelit csinálunk, és várjuk az emlékeket. És miből készítitek most a kávékat? Egy londoni értékképviseleten kívül még mi az, amit így, amire büszkék vagytok, amit itt nagyon különleges a feketében? Nagyon szeretjük ezt a helyet, hogy mi csináltunk, ki, mi találtunk ki a rendszert, és nagyon összefartó csapatunk van. Nem vagyunk barisztánk, mindenki másnak érkezik, a halálmérnek, a nász, a grafikus, mindenféle. Én azt látom, hogy ez egész Budapestre, a budapesti bariszta közösségre jellemző, hogy összefonódnak a különböző kávés szakemberek a egymásos kávézókból. Ezt ti hogy látjátok? Nagyon szeretünk együtt sörözni, szoktunk elvezni sörözéseket. Szeretünk együtt más kávét lefogadni, kirándulni. Nagyon összetartó kapcsolatok mindig. Szuper, nagyon szépen köszönöm, boldog világnapot nektek, és mi pedig menjünk tovább a következő kávézóba. Hogy mit keresek egy mozi várójában, jogosan merül fel a kérdés. A Nagykörúti Art moziban vagyunk most, ahol nem olyan régen megnyílt a Born Cup kávézó a félreeső kisebb váróteremben, és hamarosan érkezik Mardi, a tulajdonos, és vele fogok beszélgetni tovább a kávéról. Megérkezett beszélgető társam, a Warm Cup tulajdonosa, Mordi, akiről azt érdemes tudni, hogy eredetileg nem kávéval foglalkozott, hanem többek között filmes szakember is volt, és így lett aztán idővel a kávé szerelmes. Mesélsz erről egy kicsit, hogy alakult így? Igen. Az volt, hogy nagyon sokáig filmeztem, és a filmekben mint főkerékes vagy mint fegyverszakértő dolgoztam. Viszont nem nagyon-nagyon hiányzott valami, ami kreatív, amiben ki tudok teljesedni teljes mértékben. És nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. Ilyen napi 18-19 órák voltak a forgatások. Nagyon-nagyon jó pénz volt, de nem érte meg, mert utána nem tudtam mit csinálni, mert 3 hónapig körülbelül csak aludtam, hogy azt a pár hónap forgatást kipihenjen. És amikor ugye van nekem egy párom, akivel együtt csináljuk ezt a helyet, Szandi, és amikor Szandi elkezdett dolgozni a Hotel Muriban, a No Muriban, akkor ő meglátogattam, és bemutatott, ott volt a Váradi Tibi is, aki az Espresso Embassy-nek az atya, illetve nagyon-nagyon építő tagja a magyar kávé
hanem a Tokiat. Uh-huh. És átmentem hozzá inni egy kávét, mert akartam vele beszélgetni erről az új hullámról. Nagyon érdekeltek az ízek, hogy amikor megkóstoltam, akkor nem egy ilyen keserű, fekete levest ittam, hanem egy ilyen, azt hittem, hogy gyümölcslé. Uh-huh. Tényleg. Egy meleg gyümölcslé. És akkor átmentünk a Tibihez, és amikor ott voltunk a Tibinél, akkor kikértem az első presszot, kértem erre cukrot, és akkor mondta, hogy ha kell cukor, akkor tessék, 1, 2, 3, 4, összekavart, és akkor igyam meg. És akkor azt hittem, hogy lefordulok a székre, nagyon rossz érzés volt. Nagyon savanyú volt, nagyon rossz volt. És utána kaptam még egy presszot, és akkor megmutatta, hogy igazából az a helyzet, hogy hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a kávéhoz belerakjuk a cukrot, azért, mert a kávé keserű, és a kesernek az ellentétje az édes, és így megpróbáljuk harmonizálni az egészet. Nekem nagyon megtetszett. Megtetszett az, ahogy magyaráznak, megtetszett az a tisztaság, amiben dolgoznak, megtetszett a kávégép, amivel dolgoznak. És akkor jelentkeztem a Barista Hungary-be, és amikor jelentkeztem a Barista Hungary-be, akkor találkoztam ezzel az alternatív kávé készítéssel, ami a filter kávé világ tulajdonképpen is, akkor ott nagyon-nagyon szerteágazó dolgok vannak. Nekem ez nagyon tetszett. Tetszett az, hogy nem egy gép csinálja, és hogy tulajdonképpen a gazda a pörkölő után tőlem függ az, hogy milyen ízvilágot hozok ki egy kávéból, illetve az, hogy azt az ízvilágot hozzam ki, amiért dolgozik a gazda. Uh-huh. Illetve ami benne van, mert nem az ízvilágért dolgozik, hanem az ízvilág, ami megtalálható a talajban, az ásványi anyagokban, és hogy beszív magába a kávé. És akkor elmentem mondom a barista súlyba, azt megcsináltam, és akkor a barista súly után azt gondoltam, hogy hát most vendéglátoztam már, mert a filmek előtt vendéglátoztam, de, és hogy ezt biztos meg fogom tudni csinálni. Mármint a kávézót, egyedül, tapasztalat nélkül. Nulláról. Megkerestem a Váradi Tibit, és azt mondta, hogy szerintem menjek el inkább dolgozni valahova. De akkor már azt mondtam, akkor már nem tudtam nagyon... Az a helyzet, hogy egy ilyen eléggé kiforrott egyéniség vagyok, és nagyon tudom, hogy mit szeretnék, hogy mi az utam, és nem vagyok hajlandó letérni róla. És hogyha egy pici értelmet, vagy egy pici kihívást látok valamiben, akkor nekiállok. Uh-huh. És a kávézóban nagyon-nagyon nagy kihívást láttam, főleg azért, mert semennyi pénze nem volt az egészre. És így jött a kapcsolatrendszer, amit a vendéglátásból szereztem. Én rompkocsmákat, ha nem volt film, akkor vendéglátóztam, rompkocsmákban voltam, vagy üzletvezető, vagy pultos. Uh-huh. A vége felé már csak üzletvezető, és akkor ott találkoztam a Marcival, aki a Borma nevű ilyen molekuláris gasztró koktélbárnak a tulajdonosa, és ültem le vele beszélgetni, és mondtam, hogy szeretnénk egy kávézót csinálni, pop-up, tehát hogy nem egy meglévő helyen, lehet, hogy itt leszek nálad 2 hónapig, és utána elmegyek máshova egy pár hónapig. És azt mondta, hogy persze, természetesen, nagyon szívesen segített, és akkor így megszületett a kávézó. Uh-huh. Szóval nem tudtam, hogy mi legyen a neve, és akkor a névadó az a Vágytán volt tulajdonképpen. Uh-huh. Hogy felmentünk, volt egy ilyen nagy családi kajálás, és akkor én már nagyon képen gondolkoztam a nevén, a helynek, hogy Bormában vagyok, mi lehet az, ami jó, és akkor a Bárkának ez a szakmája is valamilyen szempontból, és akkor csak annyit mondom, hogy miért nem warm cup. És akkor azt mondják, hogy oké. Ez akkor egy jó ötlet, meg is volt a keresztelő. Igen, és akkor meg is történt a keresztelő, és akkor warm cup lett a nevünk, és elkezdtük a Nagy Jófa utcában. Uh-huh. Ez nem egy mainstream dolog, nem, hogy itt vagy egy mozinak az előterébe, igazából egy lépkében. Innen a Nagy Jófa utcából átmentünk a Kertész utcába, és a Kertész utcából jöttünk ide. Története a Kertész utcának bonyolult, meg egy picit szomorú, és azt nem is mondanám most. Uh-huh. Jól váltunk el, minden rendben volt, átjöttem ide. Nagyon megtetszett az, hogy egy művészmozi. És hogy a művészmozi, akkor sokkal több lehetőségem nyílik a kulturális részét vinni előre, mint másoknak talán, uh-huh. akik ugyanezzel az új hullámmal foglalkoznak. És
És nem csak egy kávézó akarok lenni, és nem csak egy kávézó akartam lenni soha, amióta csinálom, hanem mindig egy picit hozzáadni a magyar gasztronómiához, talán a közösséget építeni valamilyen szinten. Ezért is van az kiírva, hogy World Cup Coffee and Community. Igen. Mert hogy mi a közösség építésben hiszünk, lásd, egy-két hónapja vetítettük a Coffeement, tök ingyen, 130 embernek, teltházzal. Szóval hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan dolgoznak úgy, és csinálják úgy a helyüket, hogy csak egy dologra fókuszálva, koncentrálva. Nekem nagyon fontos, amikor azt mondom, hogy új hullám, akkor nekem mindig egy háromszög jut eszembe. És akkor azt mondom, hogy a háromszög, akkor ott van a kávé, és amikor a kávéról beszélek, akkor ott van a gazda, ott van a pörkölő, ott van a barista is. Aha. És akkor a kávé után jönnek a vendégek, ugye, akiket kiszolgáló, és a vendégek után meg jönnek a munkatársak, ez már a pult mögött van a kollegialitás. És hogyha azt mondom, hogy ha ez a három jól összeáll, akkor tudsz egy jó közösséget építeni, és van egy jó kávézó vagy egy jó vendéglátóhely. És a közösség ezen túl, hogy kulturális programokat biztosítasz a számukra, és mindenkit ismersz név szerint, ez még milyen alapokon nyugszik szerinted? Hogy egy jól működő közösséged van. Ember. Uh-huh. Igazából ez csak az embert összeszed. Uh-huh. Illetve a hozzáállás, az emberhez való, az egyénhez való hozzáállás. Az, hogy nem úgy állok hozzá az emberekhez, hogy valamit valamiért. Nem, ha adok, akkor nem akarok kapni feltétlenül, mert nem azért adok, hogy kapjak. Uh-huh. És próbálom tisztán csinálni ezt az egészet. Próbálok tiszta maradni. Egyébként nagyon könnyű, mert nincsen, tehát nem áll egy anyagi hadsereg a hátam mögött, és ezért így is úgy is el vagyok utalva arra, hogy ne anyagilag próbáljak elérni bizonyos dolgokat, hanem az egyéniségemmel, a személyiségemmel, illetve a jó indulatommal, vagy szigulatommal, de arra nagyon nincsen példa. Nagyon fontos az, hogy a kávézó egymással legyenek jóban. Tehát nagyon fontos az, nekem az új hullám az azt is jelenti, hogy nincsen konkurencia. Nincsen konkurencia. De ehhez az is kell, hogy a másik egyen is úgy álljon hozzá. Tehát mondhatom azt én, hogy nincs konkurencia, és mellettem nyithat egy olyan ember, aki azt gondolja, hogy én konkurencia vagyok neki, így is úgy is el akar taposni, akkor el tud taposni. Persze. Ha eleve úgy állunk egymáshoz hozzá, hogy nem vagyunk konkurenciák, és igazából a szakmát szeretnénk előre vinni Magyarországon, mert az új hullám az igényességről szól tulajdonképpen. Arról, hogy tudjuk azt, amit fogyasztunk, hogy honnan jön. És ha nem tudjuk, akkor ott van a szakember a pult mögött, és tájékoztat minket, illetve elmondja azt, hogy mi micsoda. Uh-huh. És most mit kóstolhatunk egyébként nálatok? Többféle kávé van a filter kávéból mindig nagyon sokféle vendégkávé van. Alapból kaszinomokkával dolgozunk, illetve most a kaszinomok egy nagyon pici ideig szünetelenek, megvannak az okai. Mi vagyunk az okai, nem a kaszinomokkal. Uh-huh. Nekünk most van egy nagyon pici váltás, illetve szeretnék esélyt adni más kávénak is. Uh-huh. Illetve behozunk most Magyarországra egy kávét, egy másik kávézóval, a Feketével, és most sajnos azzal a kávé, nem sajnos, szerencsére most azzal a kávével kell dolgozni. Ami most az őrlőben van, ő egyébként egy kaszinomokkal gacsata, és a Double Shot-nak a kávé, amivel a srácok dolgoznak, a Kapitány, ami egy háromszoros keverék. Hát köszönöm szépen nagyon az interjút, és boldog világnapot neked, meg minden napot a köszönjük kávéhoz. Szépen, nektek is nagyon boldog kávé világnapot. Köszönöm szépen. A szó a stúdiója.
nagyon izgalmas beszélgetéseken és kóstolókon vagyok túl a kávé világnapján. Azt is megtudtam időközben, hogy mint oly sok mindenhez, a kávé kultúrához is tartozik egy kecskepásztoros legenda. Az a lényege, hogy a 14. században élt egy jemeni kecskepásztor, aki megfigyelte, hogy amikor az állatai elfogyasztják a kávé cserje piros termését, sokkal élénkebben ugrálnak a hegyoldalon. Rájött arra, hogy az emberi szervezetre pont ugyanilyen hatással van, élénkítő és növeli a koncentrációs képességet. Fogyasszatok tehát kávét, bátran kóstoljátok meg a kiváló budapesti kávézók kínálatát, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!